Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Julival mindig történik valami. Juliska! Ő a családanya, a feleség, a folyton agonizáló fiatal nő, aki nem megy el szó nélkül a hétköznapi élet dolgai mellett. Juli élete itt a Morning Showban. Júli, látod, még egy színlet is kaptál, látod, hát mondjuk, kicsit. Mondjuk azon elgondolkodnék, hogy a Beach című dal van alatta. Azt szólt alatta. Yeah. Igen, nem, hát az ugye az I'm a Beach, I'm a Lover, I'm a Mother, tehát hogy minden vagy egyszer, amit én is mondtam, hogy szerető, nő, ha kell az ágyban, akkor az, a konyhában az. Hát ugye egy nőnek ma már tényleg valójában sokoldalúnak kell lenni, ha ki akar szolgálni egy palit. Hát erről nyilván kérdés, hogy ki tehet. Mi pasik, amit elvárunk, vagy ti nők, amik akartok lenni. Ez egy nehéz kérdés. De vannak történeteid, és arra gondoltunk, hogy akkor oszd meg ezt velünk. Na, Jani, jó? Az imént mondtad, hogy ágy. Na, tessék, fontos, hogy ráérsz-e minden kedden 9 óra után, ez beszéljük meg. Milyen hosszú lesz a romat ma, vagy jövő héten is számítottunk. Igen, vagy-e jövő hét kedden 9 óra után. Szóval, nem tudom, fiúk, olvastam egy tanulmányt, na, ami ez... arról szólt, hogy minden 7.-8. házasságban eltöltött év után átlagosan heti egyre csökken az együttlétek száma. Azonnal egy szexes. Igen. Jól megérezted egyébként, jól megérezted. Nyilván most rögtön itt az elején nem kérdezek vissza, hogy hogy állunk? Ti hogy álltok ezzel? De mondjuk kétségtelen, ugye azt már sokszor elmondtam, hogy nekem van egy nagyon vehemens, temperamentumos férjem, és... Kanos. Hát most csak fordítok azon hallgatóink, igen, neki. Igen. És amióta megvannak a gyerekek, azóta kétségtelenül alább hagyott az együttlétek száma, de hát mi azelőtt nagyon sokszor együtt voltunk, most meg nem vagyunk olyan nagyon sokszor együtt, és a Miró folyton a szememre veti, hogy mi úgy élünk már, mint a 60 évesek, és hogy mi már csak hetente egyszer, sőt, sokszor azt is mondja, hogy már csak 2 hetente egyszer, úgyhogy elkezdtem naplózni. Nagyon jó. Nem mondod komolyan. Van egy kis naplóm, én naplóm, és beírod, hogy szerde este 9-től legyen 10-ig megtörtént. Mit írsz bele? Milyen naplóba írod? Hova írod? A telefonomban. A telefonodban. Igen, beírom azt. Én a papír alapút javasolnám, és aláírattatnám a Miróval minden egyes ízét. Láttamoztatnám. Igen, nem, két független hatósági tanúval. Mi aláírjuk. Ha mutatsz dokumentációt, mi aláírjuk. Nem, nagyon sokszor konfliktus forrás nálunk az, hogy tényleg a Miró az, hát hogy is mondjam, előadja magát, hogy mi már megöregedtünk, és eljárt fölöttünk az idő, és hát ez így igazából már nem is igazi párkapcsolat, mert hogy mi már nem esünk egymásnak minden este, és hát úgy szoktam magamnak beírni, hogy hát vannak a rendes együttlétek, meg a rendetlen együttlétek. Ajajajajaj. Igen, aha, és aha, akkor így... a fél megoldás, teljes megoldás. Aha, értem. És hogy fullos, hebrencs. Gyors, lassú, odaadó. Ott voltam, nem voltam, igen, ott. Zaklatott fejben, ott voltam, nem voltam ott. A gyerek, nem tudom, uzsonájára gondoltam közben, de meg kellett tenni. Tehát minősíted is, ettől ötig pontozod? Vagy Most ez hogy? Hát ezt most hogy mondja? Hát, hogy meg volt, vagy leírod, hogy mi volt, milyen volt, és hányos pontot adsz neki, vagy hát hányos osztályzatot? Hogy mindnyájon ott voltunk, ő is, én is, vagy csak ő volt ott, de én is nyilván ott voltam, de nem úgy. De miért, a Mirónak egyébként a memóriája, te egy vasárnapon elfelejtett, hogy szerdán együtt voltatok, nem értem? Abszolút összefolynak a napok, a hét az nála általában 4 nap, és így, hogy is mondjam, így nagyon gyorsan elszáll neki egy hét, és ebből mondom, de nálunk rengeteg veszekedés van, hogy... És mióta vezeted? Egy hónapja. Igen. Na, és mi a szám? Mi derült ki? Hol a telcsi? A szám 2. Egy olyan testrész. 2? Hát akkor az a 7 hetente, Juli! Nem, mi? Hát hetente 2. Ja, úgy hetente 2. Azt viszont megtapsoljuk! Megyünk őszintén. Gyerekek, nincs okotok szégyeltem. A szex az egyik olyan dolog, amiben mindenki hazudik. Így van. Mindenki hazudik. A heti 8-al miért hazudnék? Te kamus! Most úgy értem, hogy nem srácok, magadnak, bocsánat, mert nyilván tudod, hogy mennyi. Kevés? Tessék? De a heti kevés. Mi ott vagytok együtt? Tök korrekt. Hát most fogunk a 12. életében. Jézus Isten, és még heti 2? De már az jó arány? Már heti 2? Nem. Na akkor most itt üzenem a Mirónak, hogy itt van 3 potens férfi, és azt mondják, hogy az nem kell. Azért egy potens, meg 2 már erősen a B oldalon. Tehát azért így fogalmazik, hogy van egy fiatal csődör, aki mindenre kész, és van 2 ember, aki már jobban fél a dugástól, mint a veréstől, ahogy szoktam volt fogalmazni. Ugye? Tehát, hogy itt azért 3 potens ember nincs. 2 elmúlóban, lenyugvó napként, és egy még aki nagyon friss. Nálam minden alkalom augusztus 20-a, mert úgy érzem, hogy ez az utolsó. Te egy halálra ítélt infomániás vagy. Minden az utolsó. Heti 2 10 év után, Juli.
Igen. Ez tök korrekt. Ne viccelj. Az első évben mi volt? Óránként egy ezért fizetésről kész szabadság. Júlia, meg kell, hogy nyugtassalak, hogy az nagyon jó. Az nagyon jó. 10-12 év után. Én úgy érzem, hogy szerintem egyébként ez nem egy rossz átlag. Annál is inkább, mert hogy ő ugye nagyon sokat dolgozik éjszakában nyúlóan, tehát rendszeresen akkor ér haza, amikor én már alszom. Aludnál. Nem, én olyankor alszom, engem nem lehet felébreszteni. Tényleg? Hmm. Az engem izgat? Nagyon nem. Te lehet, hogy ő közben egyébként csinál valamit. Pedig ez a dolog nekem nagyon tetszik. Aludj csak nyugodtan, én itt babrágatok. Meg kéne nézni a Miró telefonját, hogy neki lehet, hogy neki 31 van az elmúlt egy hónapból. Csak neki annyira jó alvó van. Annyira jó alvó van. Valahol behozza a lemaradást. És azt akarod mondani, hogy nagyon sokszor nagyon későn ér haza, és van, amikor oda se ér el a hetéket. Nem. Nálunk úgy van, hogy tehát dolgozik két napot, és akkor két nap szabad. És tudom, hogy a két nap szabad első napján, akkor már, akkor már helyzet van, mert addigra már kicsit befeszül. És akkor a második nap, illetve a két szabad nap második nap. Igen, már a hetes buszon alsógatjában van. A két szabad nap második napján pedig, hát olyan, a ünnepnapokon néha akkor olyankor is egymásra találunk, de pontosan tudom, hogy, tehát látom a Miron, hogy mikor önti el a maga az agyát, tehát hogy így... A maga az agyát? De tényleg, úr hogy így nem... Hogy a Laoce szexszerelem gyengétség tantrikus rovatában nem olvastam ilyen gyönyörűt, hogy a mag elönti az agyadat. De tényleg, van egy olyan vizuális típus. Látom, hogy ott úszik a sodóban, A Miró kifordul magából egyébként. Tehát én feszült lesz, ideges, mint amikor az ember nagyon éhes. Ő neki tényleg konkrétan kezelába remeg, nem nagyon lehet hozzászólni. Nem nagyon lehet hozzászólni, tehát így azért ezt nagyon hosszan nem lehet húzni. És félrejtés ne essék, tehát nem arról van szó, hogy én ezekbe az alkalmakba úgy megyek bele. De mi van, ha neked nincs kedved, és neki igen, akkor egyen legyünk túl rajta? Nem. Akkor azt mondom neki, hogy Miró, hát nincs kedvem. Akkor kicsit duzzog, és akkor befordul a fal felé. És akkor egymásnak háttal, nincs kis kifli, nagy kifli, és akkor durtesen elalszik, kiengedi a gőzt a feje tetején, mint a Szafiba, ugye, a csávó, tudod, ilyen leengedő, és elalszik. Nem, tudom, hogy meddig feszíthetem a húrt. Aha. De olyankor az alternatív megoldás se jöhet. Szóval. De. Abszolút. Akkor az abba, tehát a kettőből egy legalább ilyen. Nem. Előfordul néha. Várj, mit jön az alternatív megoldás? Szólsz anyukádnak? Alma! Hát meg szeretgetem. Jajjaj! Nem, és ez úgy zajlik, hogy pontosabban ezt nem mondom el, hogy zajlik. Köszönjük. De én egyébként szerintem azt gondolom, hogy ez egy szerencsésebb megoldás, hogyha nekem még fáradt is vagyok, vagy valami bajom van, vagy fáj a fejem, vagy akármi, akkor nem azt mondom, hogy nekem ehhez most nincs kedvem, és viszont látásra is fordulj a fal felé, hanem nekem fontos ő annyira, és szeretem őt annyira, és kívánom is őt annyira, hogy azt mondom, hogy bár nekem most annyira azért nincsen hozzá hangulatom, de azért bújjunk össze egy kicsit. És 11 év után mi a titok? Mert azért az tényleg jó, szóval legyünk őszinték, azért 11 év után az ember már nem ilyen statisztikát hall. Tehát azt hallod, hogy havonta, két havonta, vagy másnál keresik, vagy nehezen jön össze, vagy a gyerekre fogják, vagy fáradtak, vagy van egy közös nagy kollektív hazugság, amikor azt mondjuk, hogy mindketten fáradtak vagyunk, sok a probléma, sok a gyerek, nem szexelünk. De közben igen, egy ilyen baromi nagy hazugságban van az ember, mind a kettőnek kényelmes, jó, együtt hazudjuk azt, hogy nekünk ez elég, mert egyébként meg a gyerekek miatt fáradtak vagyunk. Nyilván közben ez hazugság, de mégis az ember talán ezzel tudja magát áltatni. Tehát azért az 11 év után nyugtass meg a Mirót, hogy a heti kettő az egy nagyon-nagyon szép szám. Tényleg. Hát egyrészt, jó. Hogy mi a titka? Egyrészt még mindig szerelemmel szeretjük egymást, másrészt a férjem egy isten. Jössz ki a buliból, szépen! Harmadrészt pedig szerintem vannak bizonyos szituációk, amikor egy nőnek, meg egy férfinak is, attól függően, hogy mennyire más az étvágyuk, meg kell tenni olyan dolgokat, amiket meg kell tenni ahhoz, hogy ez a jó párkapcsolat harmonikusan működjön. És én... Úgy szeretem, hogy te ezt ilyen szintegáltástalanul teljesen bevállalod. Tehát úgy teregeted ki a családi dolgokat, hogy ez számomra nagyon szimpatikus. És akkor most üzenjünk a Mirónak, vagy győzzük meg, hogy nincs baj? Hát, fiú. Nem kell neki üzenni. Szerintem, gyerekek, ez... Én szerintem, nézd, ő neki ezt sosem fogom tudni ledugni a torkán, hogy ez egyébként egy normális mennyiség. Nem. Értem. Tehát, hogy ez normális, neki nem az. Tehát neki a napi kettő lenne normális. Van menetfélelem, hogy ha nem teszed meg, akkor másnál keresi? Nem. Vagy előbb-utóbb azt mondja, hogy otthon nem kapom meg, akkor elmegyek másfelé? Nem, félni ettől nem félek, inkább hogy a feszültség lesz nagyobb. Nem hiszem, nem, a Miró én szerintem nem az a fajta, aki félre menne.
mert nem, egyszerűen más a lelkülete ennek ellenére, amit mondtam, de hogy nem gondolom azt, hogy... Ezt a heti kettőt ezzel már te szembesítetted, hogy miről nem egy, hanem tényleg kettő? Tényleg megmutattad neki a statisztikát? Nem, illetve olyan volt már, hogy emlékezz rá, hogy pénteken ott és ott. És emlékezz rá, hogy viszont akkor szerdán is. Tényleg kicsit veledékeny, ha vasárnap elfelejti a pénteket azért, tehát, hogy nagyon leterhelt a férjet, a vasárnap el kell neki mondani, hogy emlékezz vissza másfél nappal ezelőtt, mi történt a fürdőszobában. Tehát azért... Hát összefolynak a napoknak. Összefolynak a napok, igen. Jó, szóval akkor szerintetek is normális, és nem az én nincs rendszeremben. Nincs gond. Sokan örülnének neki, hogyha ennyi év után heti kettő lenne. Akkor mondjam neki, hogy egyen kevesebb zellert. Lehet. Attól van, úgy érzed? Mitől ennyire? Tehát 11 év után tényleg le a kalappal. Mitől ennyire? A szerelem, mondjad, a szerelem. Az nem a szerelem, hát jó találkozott jóval, ez lehet a... Jó találkozott jóval, megmondom, tehát hogy én szerintem a Mirónak az étvágya nagyobb, mint mondjuk általában a férfiaknak. Uh-huh. Vagy az is lehet, hogy egyébként nektek is megvan ez az étvágy, csak nincs hozzá partner. finom a leletünk oltva. Nem, hanem konkrétan a neink szólt be. Egy kicsikét. Egy közös kávézást majd a három csajjal intézünk neked, és akkor dumáljál. ez egy nehéz kérdés. Igen. Az a kemény, amikor valaki olyan van valakivel, ahol csak az egyik félnél van meg az étvágy, nem? És a másik fél, mondjuk a nő már kevesebbet akarja, nem akarja, és abból van a konfliktus. Mert itt azért ugye két olyan ember találkozik, nagyjából azon a szinten mozogtok. Oké, mondod, hogy a Mirónak egy kicsit több, de hogy azért... Vagy sokkal több, de hogy azért... Nekem azóta csillapodott ez, amióta megvannak a srácok. Aha. Tehát azért én azóta álmos vagyok esténként, meg fáradt. Mire ő, mondom, tehát ő egy ilyen gépet 18 órákat dolgozik le úgy, hogy ő utána még elmegy bulizni, aztán utána hazaesik. Nem tudom olyan állapotban megtalálni, hogy ne legyen mindig tetrekész, tehát, hogy így nem... Kik fáradnak-e jobban egy párkapcsolatban? Egyébként a nők azok, akik inkább már a palit nem kívánják, és jönnek a kifogások, és a pali ott toporok, hogy de legyen több, vagy a férfiak néznek előbb-utóbb félre, és unják meg otthon asszonykáikat. Tehát lehet ilyen tendenciát mondani egyébként, hogy azok, akik jobban beleunnak a párkapcsolatukba, melyik nem unja meg előbb a másikat? Van ilyen? Nyilván egyére lehet lebontani, vagy párkapcsolatokra. A szex sokszor fontosabb. Inkább azt hallott, hogy a nők találnak kifogást, nem? A szex fontosabb a férfiak számára. Igen. Szögezzük le, és mondjuk a háztartásban azért egy csomó dolog a nőkre hárul, még akkor is, ha ilyen nagyszerű férfiakkal ez nem egy kifogás, együtt, ez a háztartás, meg a gyerek, ez nem egy kifogás, ami mögé elbújsz, és igazából arról van szó, hogy már nem kívánod az illetőt. De csak azt nem kívánod, akivel élsz, vagy úgy egyébként magáról a szexről mondasz le egy idő után. De várjatok, tehát, hogy ez teljesen ez normális, kérdés. Hogy egy idő, tehát, hogy átalakul ugye a párkapcsolat, tehát nem lehet azt elvárni 10 év után, ami az első 3 hétben történik, és aki ezt nem tudja elfogadni, hogy a párkapcsolatnak van egy evolúciója, egy természetes fejlődése, és ugyanazt várja 5-10 év után is, mint ami az első 4 hétben volt, az megette a fenet, tehát, hogy az a kapcsolat nem fog működni. Tehát, hogy ezt mindenkinek el kell fogadni, hogy igen, a vágy egy idővel csillapszik, hát basszus, mit csináljunk? Hát nem lehet ugyanúgy felkorbácsolni, mint az első 3 hétben, hát már nincsen nagyon az újdonság varázsa, tehát ezeket nem lehet ugyanúgy kezelni, de én szerintem, tehát hogy igen, azt kérdezted, hogy kik unnak rá előbb, szerintem a nők egyébként. A nők, ugye? Azok, akik inkább a nők. És ugye akkor van a nagy konfliktus, hogyha egy férfi ráun, mert hogy egyébként azt várjuk el a férfiaktól, hogy mindig így, és menjenek a harcba, és bármikor... Nem, alapjában szerintem a konfliktus a nő és férfi párkapcsolatában ott van, hogy teljesen mást vár el a szexől a nő, és mást a pasi. Tehát a pasinak ugye fizikai létszükséglet, míg a nőnek ez egy érzelmi kérdés. És a kettő sokszor nem találkozik, mert a nő azért sokszor a szexben az érzelmet, a hosszú előjátékot, az odaadást, a gyengétséget keresi, míg a pasi egyébként 10 perc alatt sokszor túl lenne rajta, mert neki egyfajta fizikális dolog. És ezen ellentét, most nyilván vannak nők, akik azért szeretik, ha neki döntik őket a hajdúmosógépnek, centrifugára kapcsolják, és brutál nagyot szól a dolog, ezt is értem, de azért alapján véve a lelkiséget keresitek ebben. Szóval rosszul mondom, nem így van? És egy nőnek nem tetszik, hogy a pali 10 perc alatt végezne, a pali már rég aludna, de a nő még el se kezdte igazából, mert neki érzelmi töltet kell hozzá, és akkor ezen konfliktus aztán begyűrűzik oda, hogy előbb-utóbb valakinek elmegy a kedve a dologtól. Nem így van? Hogy más az elvárás. Én nem vagyok egy érzelkős fajta, az az igazság. Nálunk például a Miró az romantikusabb, de ezt már szerintem el is mondtam. De... Minden szeretkezés után makogva sír, vagy hogy érzed? Zokog, rád borul, és minden orgazmusnál sírva fakad, vagy mire gondolsz? Gyertyát, hogy gyújt a szobában, leterít egy fehér lepedőt, beszórja a hamvas testét virágszirmokkal, és úgy vagy már mi keres. Igen, beül egy liter szabártejbe, vagy egy kát szabártejbe, igen, és keresd meg a kardvirágot. Levendulát
kurvás illóolajok közepet lépsz be a fürdőszobába. De ez nem így van? Mármint, hogy micsoda? Hát, hogy mást várunk el. Igen. Mást vártok el. Hát figyelj ide, az, hogy órás előjátékokat vársz 5 év után, szerintem ez marhaság. Azért sokkal mégis így van ezzel azért, hogy legyen gyengít. Hát nálatok nem lehet így dur bele Balázs módjára. De nem a dur bele, nem, egyébként egyetlen ez nem erről van szó. Volt már az, ez egy régi beceneve a Balázsnak, létszínek. Volt, a hívtak így is, hogy dur bele Balázs, csak 20 éves voltam, és az E-plusznál dolgoztam. Ez ő sikoltott most el egyszerre. Merem a dur bele Balázs. Az a múltam, ne az a régi ének. Sietek, még mennem kell táncreakciót és megállót forgatni. Szóval én nem gondolom, hogy egy jó szex az attól jó szex, hogy másfél óráig tart. És én nem is igényelném a másfél órás szexeket. Tudom, hát Balázs, pedig attól egy jó, amikor vagy. Belenézel a szemébe, egyé váltok az univerzummal, és közösen együtt sírtok. És úgy értek el a csúcsra, hogy mindketten egyszerre kezdtek el sírni. Köszönöm, hogy majd neked lehet. Én köszönöm. Hát én szeretni fogom ezt a rovatot, Gyuri. Jó lesz ez. Jövő hétre akkor szembesítsd azért ezzel a kis naplóttal. Én mindig szembesítem, amikor ő nekem jön ezzel, de nem fogadja el. Tehát ő szerintem meghamisítom a tényeket. Feli mondja jót, írasd alá vele. Láttam az levelet. Átmegyek a szomszédhoz. Egy szignót kérnék ide, legyen olyan kedves. Jó van. Jó, már nem tudom, hogy segítettünk-e, minden esetre dicséretben részesültök, mert jó arány. Uh-huh. Tehát, és akkor ehhez mindenki tud viszonyítani, hogy az övé mennyire jó azok, akik hallgatnak bennünket. Jó, rossz, vagy meg tudják mondani, hogy hallgassák vissza ezt a megszólást. A tiétek jó, rossz? Hát, ez nem a mi rovatunk. Szép volt, gyerekek. Ezt szeretem bennetek, hogy vág az agyatok. 14:53, puszi Joli, köszönjük. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.